Egy elnökkel, alelnökkel, titkárral, egy gazdasági felelőssel, valamint felügyelőbizottsági tagokkal alakult át a Sárospataki Irodalmi Olvasókör közhasznú szervezetté. Ennek előzményei egészen 1997-ig nyúlnak vissza, számolt be híradónknak Halász Magdolna. Az Olvasókörök Szövetsége tartotta itt az országos konferenciáját, és az Olvasókör Szövetsége magába foglalja azokat a köröket, akik kulturális jellegű köröket, akik már közhasznú szervezetként is működnek, és akkor javasolták, hogy jó lenne, ha mi is jelentkeznénk, illetve hogy a székbíróság bejegyezzen, annál is inkább, hogy a bevételi forrás is emelkedne, mert eddig a bevételi forrásunk elsősorban a tagdíjból alakult. A 2009-es év így az alapító okirat és a jegyzőkönyv elkészítésével telt el, persze a programok szervezése mellett. Az átalakulásnak több oka is volt. Ez azért is szükséges, mert a civil szervezeteknek az NCN Nemzeti Civil Alapprogram és különböző megyei mecénás program, vagy a Sárospataki Önkormányzat is írt ki most, vagy fog kiírni a Kulturális Bizottsága pályázatot működésre, rendezvényekre, azon kívül honlapnak a működtetésére. Na most ezen az éven még nem tudunk pályázni az NCA-hoz, mert kell egy év, hogy mint közhasznú szervezet hogyan tudunk működni, és hogyha fel tudunk mutatni olyan az alapítókiratba foglaltakat és bevételeket, akkor jövőre remény van rá, de más helyekre viszont tudunk pályázni. A pályázatokat a szervezet a programok színvonalának emelésére és a működési költségekre fordítja majd. Mi tulajdonképpen egy olyan politikamentes irodalmi közhasznú szervezet vagyunk, aki a tagjainknak előadásokat, színházlátogatást, kirándulást szervezünk, de segítjük a más etnikai vagy más testvér civil szervezeteket, illetve a könyvtárakat. Az elnök híradónknak azt is elmondta, hogy 2010-ben Sárospatak helyszíne lesz az Olvasókörök Szövetségének egy nemzetközi konferenciájának, ahol a város átveheti és egyben egy évig megőrizheti a szövetség vándorbotját.